Megkezdtem rendes éves szabadságomat a vidéki falusi turizmus jegyében, úgyhogy köszöntök mindenkit Ráczhalmásról. Van itt egy kis medence, ott egy kicsit a lányok visítoznak, meg csobognak, tehát nem arra fordítottam a kamerát. Kaleta Gábornak se lehet minden nap piros betűs ünnep, de azzal is kezdeném rögtön a nyaralást, hogy egy kemény feladaton esek túl. Régi vágyam, hogy megtudjam, hogy melyik magyar nagyüzemi ipa a legjobb, úgyhogy elmentem a bódba, és vásároltam egy borsodit, egy dréert és egy sopronit, és hát eltettem a blokkot, hogy majd akkor megmondjam, melyik mennyibe kerül, de az a helyzet, hogy egy kicsit olyan furcsán ütötték be, tehát azt tudjuk, hogy a borsodi, nem, azt tudjuk, hogy a sopron az 309 forint, amit egyszer fölhúztak, egyszer le, szóval na, 777-ből nem is tudom, hát kétszer három, nem, a sok lenne. Mindegy, sose fogom megtudni, mennyibe kerül. Mindig csak ABC sorrendben kóstolok. Tippem szerint a borsodi kell, hogy legyen a legjobb. Van még abból, amit ők küldtek. Ez már nem az, amit ők küldtek. Tehát egy nagyon jó session IPA volt a borsodié. De ugye megvan az elmélet, hogy majd utána lerontják. Úgyhogy ha lerontották, akkor ez most rossz kell, hogy legyen. Szóval egy jó kis session IPA volt a maga 5%-ával, de a szín ugyanaz, a hab ugyanaz, az illat ugyanaz, ez alapján nem rontották el. Illetve, mint a kicsit töményebb lenne. Ha. Lehet, hogy az első kör volt hígabb. Furcsa. Jó, lehet, hogy a vendégház hűtőjében még nem tudtam úgy túlhűteni, mint otthon. És lehet, hogy ha nem hűtött túl, akkor nem session IPA. Egy kevésbé session, akkor egy ipásabb IPA. Na jó, a nehéz tüzérség szerintem a három közül, ugye a Dreyer IPA, ez volt az, ami ötféle komlóval, ízintenzitás, még mindig nem tudom elolvasni ezt a dobozt, hogy mennyi az ízintenzitás, szóval ezt kedveltem a legkevésbé. Ez volt az, amelyik le volt szűrve, és azt mondták rá, hogy ez az ötféle komló. Nem mondják meg, mi az az öt. Bár volt, aki megmondta. Igen, ez továbbra is a dér. Sajnos továbbra is le van szűrve. És továbbra is, majd, hogy nem, a borsodihoz képest. Bár most már a borsodinak is kicsit elment az illata. Ezt nem értem. Úgy érzem, a borsodi egy kicsit sűrűbb lett, a dréer viszont egy kicsit lazább. Igazából most jobban ízlik, mint először. Mégse az lehet a megfejtés, hogy nem olyan hideg. Ugyanolyan jellegtelen, mint volt, de nem olyan bántóan tömény. Ugye a dréer az 5-4-es, míg a borsodi csak 5, de nem érzem egy töményebb sörnek, mint ezt. Most ez alapján azt mondom, hogy két vállalható magyar nagyüzemi IPA ezek. Na jó, és akkor jöjjön a magyar nagyüzemi ipagyártás kaméleonja, a minden héten más ízű sopron ipa, ami lehet, hogy most valami egészen kraftos lesz, hiszen ugye kertek alatt a tábortüzek melletti cowboy és indián információkból tudjuk, hogy Lados Péter lett a soproni termékfejlesztési igazgatója, aki a Yeast Side ugye egyik tulajdonosa, ami egy meglehetősen hiteles és jó magyar kraft főzde. Kíváncsi vagyok, hogy ebben már benne van-e a keze. Ismerek embert, aki nem mondom, hogy azért gyűlöl, de mondta, hogy én vettem el a kedvét a soproni ipától, pedig nem is akartam,
nem is akartam elvenni a kedvét a Soproni ipától, csak hogy elvettem azzal a kedvét a Soproni ipától, hogy mondtam neki, hogy ebben van búza. Nem is tudom, hogy van-e még benne. Keserűség 5-ből 3, aromaintenzitás 5-ből 5. Ha, azért hazudozás még mindig megy. Ha, ezt is megértük. Nagyon kiugróan a Soproni a legrosszabb. Ha, ez tényleg, ez kezdett mindent, 4-8. És ez a legkisebb eltartalmú. Azt mondja, hogy napfénytől védett helyneken, Soproni, árpamalát a komló kivonat, víz árpamalát a komló kivonat, komló élesztő. Eltűnt a búza. Hoppá, na tényleg egyfolytában varia, nem véletlen, hogy Pedro is megmondta, hogy mióta ugye az Ips kolumbiai főzőmester, hogy mióta ő Magyarországon van, minden héten iszik egy legalább egy Sopronipát, nagyon lelkes fogyasztó, és hogy minden héten más az íze, és tényleg most egy olyan jellegtelen, igazából sárgásabb a színe is, tehát opálos, kicsit zavaros. A komló nagyon durván hiányzik belőle, nem is keserű, érdekes. Soproni, borsodi, dréher. Igazából egyértelmű bronzérem a Soproni, és megosztott aranyérem. Meglepő, hogy egy kicsit erősebb lett a borsodi, és egy kicsit gyengébb lett a dréher, de a dréher esetében ez pont jó. Úgyhogy a Soproni, úgyhogy a borsodi és a dréher két teljesen nemzetközi szinten és vállalható magyar nagyüzemi ipa. Mind a kettőért jót állok, legalábbis ezen a héten. Hogy a jövő hét mit hozza, azt már nem tudhatjuk.